Na hello, sziasztok, Vésanyi vagyok, és a Magyar Találmányok sorozat egy újabb részével jelentkezem. És a mai találmányunk az előző adásban említett Baj Zoltán által kifejlesztett magyar holdradar. És ugye az ehhez fűződő kísérletről itt szeretnék olvasni még egy kicsit. Baj Zoltán az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT műszaki igazgatója és laboratórium vezetője, valamint munkatársai egy évvel Budapest ostroma után, ugye ez a második világháború vége. 1946. február 6-án végezték el ezt a kísérletet, amikor saját fejlesztésű radarberendezéssel sikerült kimutatniuk a holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődésének az égitest felszínéről. Visszaverődését az égitest felszínéről. Ez az esemény tekinthető a magyar űrtevékenység kezdetének. A holdradar kísérletek jelentősége abban áll, hogy ezek voltak az első természettudományos vizsgálatok, melyeket Földön kívüli tárgyon végeztek. Az égitestről szerzett ismeretek évezredeken keresztül kizárólag passzív megfigyeléseken alapultak, de a mikrohullámú technika lehetővé tette a távoli objektum fizikai vizsgálatát is. Tulajdonképpen ekkor bizonyosodott be, hogy a hold egy anyagi jellemzőkkel bíró tárgy, jól meghatározható távolságra a Földtől. Ugyanezt a kísérletet végezték el Amerikában is, állítólag korábban, mint néhány héttel korábban, mint Magyarországon. Az amerikai hadsereg haditechnikai törzsének Diana Project fedőnevű holdradar kísérlete szintén sikeres volt. Az eredmények hatására alakult ki és indult fejlődésnek a csillagászat új ága, a radar csillagászat. Tehát azért ezek elég jelentős dolgok voltak. És mint az előző adásban olvastam, Baj Zoltánnak nagyon sok szabadalma volt. Rengeteg könyvet is írt. Az atom okkal kezdődően a rádiócsillagászaton keresztül mindenfélével, és ugye az előző adásnak pedig a témája az elektron sokszorozó cső volt, fotoelektron sokszorozó cső, amit a mai napig használnak részecske számlálásra, szóval elég jelentős feltaláló volt, és ez is egy komoly találmány. Itt a Wikipédián, ahonnan most idéztem, olvastam, itt látszik a sematikus rajza ennek a szerkezetnek. Így nézett ki a valóságban, ott az egy kémény, az nem része ennek a radarnak. Ez csak a háttérben van. És itt van a később a katonasságban alkalmazott. De hát úgy nézett ki, hogy egy épület tetejére tették. Ott a laboratóriumnak a tetejére. Bent az épület emeletén voltak a vevő és adóberendezések, a tápegység, ehhez kapcsolódó mindenféle elektronikus berendezés, és fönn a tetőn csak ez a nagy radar volt, ez a nagy antenna. Egy ilyesmi kialakításban, egy erős talp, hogy ne billenjen fel ez az egész szerkezet. Egy váz, háromszögelve. Mert ugye a háromszög a legerősebb tartás. Játszottam régen ilyen hídépítő játékokkal, tudom, hogy így lehet a legerősebb tartást statikailag biztosítani. És akkor azon pedig rajta egy forgatható ilyen radar szerkezet. Na ezt azért is magyaráztam így ilyen sokáig, mert magamnak is most nem észteni kell, hogy ez hogy kell, hogy kinézzen. És ezt kell megépítenünk 3D-ben. Na akkor kezdjünk is bele. Itt már láthatóak azok a képek, amiket összeszedtem hozzá. Ezeket fogom használni blueprintnek. Indítok egy zenét, aztán kezdődhet a munka. Kicsit halkabban így. Jó, na nézzük át a képeket. Van itt egy ilyen makett. Nem túl jó minőségű a kép, de itt legalább valamilyen szinten fölülről rá lehet látni. Ez a dombormű, ez nem érdekes.
Itt van egy valamilyen grafikus által csinált látványterv. Hogy nézett ki ez a valóságban az épület tetején. Hogy sugározta a rádióhullámokat a hold felé. Akkor itt van ez a kép, amit blueprintnek fogok használni hamarosan. Egy ilyen elég jó minőségű fotóval látszik a szerkezete. Itt van a modell készítője. Fú, azt hiszem Mihály Sándornak hívták ezt az embert. Ő készítette ezt a makettet. Ezek pedig itt már az internetről leszedett hasonló funkciókkal bíró, de teljesen más külalakú, szintén ilyen rádióantennák, amiket csak azért töltöttem, hogy egyáltalán el tudjam képzelni, hogy ez hogy néz ki, mert ilyen minőségű képek alapján elég nehéz dolgozni. Itt még szintén látszik az a nagy kémény. Ez egy teljesen más rendszer. Ez is csak azért jó, mert egész közeli képek vannak róla, hogy hogy néz ki ez a valóságban. Van valamilyen nagy főtengelye, és abból ilyen T-betű formák állnak ki. Azok össze vannak még esetleg kötve dróttal, hogy ne törjenek le olyan könnyen. És akkor ezek is meg vannak így merevítve, mint egy ilyen ruhaszárító. Úgy néz ki, egy függőleges ruhaszárító. És van egy erős nagy vászszerkezet, ami ezt az egészet tartja. Ezek is ilyen merevítő vászszerkezetek. Ne csukja össze az egészet a szél. És azt hiszem végére is értünk a képeknek. Túl sokat nem találtam róla, de sokat kerestem. Na nézzük akkor. Az első és legfontosabb a blueprint. A háttérbe. Az a jó kis metszet, amiből az egészet ki lehet indítani. Ugye ez volt a legutóbbi találmánya Baj Zoltánnak. A részecske. Számláló, itt elektron számláló. 798x541. 794x541. Széles. 41 magas. Jó. Az épületet szerintem csak azért fogom betenni, hogy majd tudja, aki majd ezt engine-be teszi, hogy oda lehetne dobni a lágy épületet. Még nem tudom, hogy alumíniumban milyen előre gyártott épületek vannak. De szerintem Fodor Zsolt barátom, aki ezt majd össze fogja rakni alumíniumban, biztos, hogy van neki rengeteg épülete. Lehet már azért is átalakítom, hogy egyértelmű legyen, hogy az épület. Csak egy nagyon egyszerűsített épület mintát csinálok ebből. Csak legalább annyira, hogy ablakokat készítek rá, vagy valamit, hogy talán rájön majd ebből a Zsolt, hogy ez itt egy emeletes ház akar lenni. Sejteni majd, hogy ez egy emeletes ház. Meg a teteje. Jó. És akkor
Ezt a vászszerkezetet pedig szerintem line-okból fogom megrajzolni. És majd annak adunk vastagságot, csak kicsit hangos ez a zene. Jó, mi nem kell túl kiabálnom. Tehát... mondjuk, hogy van egy ilyen vászszerkezet. Jó, ebben vannak ilyen merevítő. Hát, hogy ez lehetne egy anyagból. Itt kell kipipálni, vagy itt kell kivenni ezt a pipát, hogy ne legyen mindig új shape, hanem ehhez adja hozzá a következő line-t. Jó, azt majd megnézzük térbe, hogy valójában hogy néznek ki ezek a rács szerkezetek. Most egyelőre a metszetét megcsinálom. Ez, hogy nagyjából az arányai is meg lesznek. Aztán már csak a szélességét kell összehozni, meg a anyagvastagságokat. Az biztos, hogy ez ilyen háromszög alakban van, és ez így legerősebb tartást biztosítja neki. Jó. Hát azt a külső részt, azt majd később. Egyelőre nézzük akkor meg ezt. Na most kéne egy másik kép. Hogy el tudjam képzelni ezt másik nézetből is. ...304 széles és 395 magas. Na, mondjuk ez egy elég ocsmány minőség. Ezzel valószínűleg nem megyek túl sokra. Nézzünk egy másikat. Széles, 870 magas. Ez majd kicsit jobb. Jó, de nézzünk még egyet, ott még volt egy... a kis makett. Ez egy más perspektívában is ránéz. 200... 200 széles és 176 magas. Kicsit megszkélezzük, hogy hát, ha itt többet látok belőle, nem csak egy ilyen pixel halmot. Hát a leghasználhatóbb talán az, abból látszik, hogy 4 ilyen rács szerkezet van. A szélességét is, mivel majd, hogy nem szemből van, nagyjából lehetne lőni. Szerintem ezt elforgatom 90 fokkal. És ezt fogja majd megadni a szélességét. Nagyjából ahhoz tudom majd arányosítani. Kicsit össze nyomjuk.
nagyjából stimmeljen a oldalnézettel a képnek a mérete aránya. Így körülbelül stimmel. Jó, és akkor nézzük ezt egy left nézetben. Ez a vonal biztos, hogy külön lesz majd kezelve. Az lesz a lábszerkezet, azt félrerakom. És akkor ebből kellene négy darab left nézetre vissza. Mondjuk ekkora távolságra körülbelül. Most azt nézem, hogy a magassága viszont nem az igazi. Kicsit még kicsinyíteni kell, hogyha arányosra akarom csinálni. Jó, így már stimmel, na és akkor most ebből a line-ból csinálni. Szia Ádám! Köszi, nekünk is jó volt így, hogy jöttél segíteni. Majd játszunk. Ma is szerintem, később. Most melózok egy kicsit. 74,6. Ügyes voltál tegnap nagyon. Hát nálam biztos, hogy ügyesebb. 74 egész. Tovább húztad. Jó, ez a része megvan. Akkor ezeket majd össze kell kötni. Ah, és most látom, hogy az a szerkezet az beljebb nyúlik. Ez a tartó szerkezet. És ott van valamilyen merevítő, ott ahhoz van rögzítve. Ami fogja ezt a két felét ezt a két felét pedig ez, itt egy ilyen nagy lemezzel. Egy tengely, de beljebb van ez, itt a közepén van bent. Az lesz az a tengely. Tehát ezeket a pontokat tovább kell húzni ide. Ezt pedig valahova ide. És ez akkor azért ment oda. Ez itt támasztotta meg. Így valahogy. Ja, még azt is meg kell igazítani. Ezek szépen végigérjenek. Jó. Na és akkor. Hogy nézett ez itt ki? Van valami vastagabb talpa, azon van rajta valamilyen, gondolom, hogy ilyen csapágy, vagy valami fogaskerék, amivel lehetett ezt forgatni, dönteni. Az egészet ilyen tengely mentén gondolom itt lehetett forgatni lent, és dönteni pedig ezen a tengelyen lehetett. Na nézzük újra. Tehát van itt egy henger. Ez itt a forgás pontja. És kell rá egy talp. Érdekes, hogy úgy tűnik, mintha nem középen lenne. Még
Én egy kicsit csalunk, hogy szépen középre kerüljön. Na így. Jó, és ebből is dupla van az egyik oldalon, dupla a másik oldalon. És nagyjából négyzetes, úgy látom a tárgy. Tehát ugyanolyan széles, mint amilyen mély. Fú, mikor lesz PUBG Lite? Ezt nagyon nehéz így megmondani. Azt sem tudom, hogy mikor lesz ennek a live-nak vége. Itt szeretném egy órán belül befejezni ezt. Aztán persze függ attól is, hogy a Rata barátom mikor van itt. Mert azért úgy szeretek játszani, hogyha van velem valaki. Na, azt mondjuk viszont egyáltalán nem tudom megmondani, hogy mikor lesz itt. Délután nagyobb valószínűséggel, mint most. Bár mondjuk már mindjárt dél van. Hát mit tudom én, mondjuk egy 2 óra, jó? Célozzunk meg egy délután 2 órát. Hát, ha addigra mindenki elkészüljön és a munkával, meg megbírunk ebédelni, meg addigra itt lesz Rata is. 2 óra felé nézzél vissza. Szóval itt ez a kiterjedése úgy látszott, hogy négyzetes, de szerintem az alja is akkor viszont trapézosan szétnyílik. Ugyanakkor legyen az oldala. Lent is, mint fönt. Addig tanuljál egy kis 3D-t. Nem, egyébként úgy, hogyha nem érdekel, vagy nem érted, akkor azért ez elég unalmas tud lenni. Nyugodtan menjél, csinálj addig mást. Vagy azért Steam-et addig telepítsd, és akkor majd tudunk ott szólni, hogyha itt vagyunk, ha nincs Steam a gépeden. Tedd föl, vegyél ott föl. És akkor majd tudunk ott szólni, hogyha itt leszünk mindannyian. Na, erre a szélességre kell széthúzni a tárgyat. Hogy alja is négyzetes legyen. Ilyen trapézosan szét kell nyitni. Úgy szerintem azért olyan, hogy az a legerősebb támasz. Jó, és akkor ezt az egészet most ki kell jelölni. És egy FFD boxsal. Viszont azt ki kell venni a kijelölésből. Na most, egy FFD boxsal szét lehet húzni az alját. De, hogy is, nem kell ahhoz kód. Csak föl kell venni a barátlistára. Beírod a nevemet, megkeresel és kapok egy értesítőt róla. Vagy írd be a te nevedet, megkereslek én. Az az én nevem, igen, a W Sanyi Steamen. Nem polivá akartam alakítani. Nem tudom, mennyi látszik ebből live-ból, most már bevastagítom azért lassan. Nem ezt CZV-vel kéne alakítani, line-nál. Ez az. Na, annyi az egész, hogy Steamen, a barát listádba. Barát hozzáadása. Én megadod a barátodat. Hogy mi ez a barátkód, ez nem tudom, de hogyha neked ez kell, akkor azt másod le onnan, de szerintem itt. Barátkódja. Na tessék, ma meg is jött a kérelem. Elfogad. Na, itt majd rá tudok akkor írni, hogyha... Hogyha készen állunk.
Na, de térjünk vissza a munkára. Azt kéne, hogy renderéből legyen. Már végre ez a tárgy, hogy lássak bele valamit. És bár itt nem látszik, de ez biztos, hogy nem hengerekből van, hanem szerintem inkább vagy zárt szelvényekből, mert az egy elég erős kötés, vagy ezek mellett, hogy csak lapos vasakból vannak. Az ilyen keresztkötések. Én szerintem zárt szelvényből megcsinálom. A zárt szelvény az négy oldalú. Így. Lehet el kell forgatni 45 fokkal, hogy jobb legyen. Aha, most már jó. Előbb ki volt tekeredve az egész, elég furcsán. Jó, és az anyag vastagság. Hát itt csak ahhoz lehet hasonlítani. Mi történt itt ezzel a vonallal? De érdekes. Ebből másoltam a többit. Itt szétesett egy kicsit. Úgyhogy mennyi volt az a távolság? 74,7 vagy valami ilyesmi. Na még egyszer. Túl messziről nézek rá, akkor nem tudok olyan pontosan mozgatni. Na szóval anyagvastagság azt szerintem még nem elég. Azon még egy kicsit vastagítani kéne. Legyen mondjuk másfélszer ekkora. Itt most ezt lehet hasonlítani, azzal körülbelül egy magasságban vannak. Talán még mindig kevés. Mégiscsak ez a fő tartó szerkezet. Legyen akkor kettő. Legyen egy kicsit robosztusabb. Jó. Na nézzük, itt is még nem állítottam be a vastagságokat. Szerintem ezt átalakítom polivá, és akkor könnyebben tudom szerkezgetni. Akkor csak simán megfogom az oldalt, és addig húzom, ameddig akarom. Jó, én ezt valahogy így képzelem el. És aztán meg majd jön a tengelyem, összeköti a kettőt, de még nincs meg a másik, úgyhogy az, amíg ráérünk. És akkor biztos, hogy itt is vannak összeköttetések. Nem tudom, abból mennyi látszik esetleg itt. Hogy így, hogy van összekötve, elég kaotikus. Úgy tűnik, mintha X-ek lennének, de lehet, hogy csak azért, mert az elsőt meg a hátsót egyszerre látom. Ezen se látszik. Hát ezen se. Ja, még egy fontos dolog, még nem mentettem el. Hold radar. Kísérlet. Ez nem kell, hogy kísérlet. Hold radar. Ez lesz a mai találmánynak a neve. A mai videónak a neve. Na nézzük még egyszer, hát ha látunk valamit. Ez az öreg, ezt például esetettem. Még ez egy jó minőségű kép. Ah, itt egy fogaskerék van fent, az forgatja. Itt meg egy motor, gondolom, az tekeri a fogaskereket, az dönti. Jó, és akkor a trapéz a szétnyílás az stimmel, itt ez a négyzetes alap az stimmel.
Ez a kereszt, ez viszont nem a lábon van, hanem... hanem ez a, ezen a nagy antennán. És így is össze van kötve egyenesekkel az élén. És... hát nem tudom. Ott hátul a sarkon, igen, az a másik. Tehát a két csúcsába, abban a két csúcsában közt egy nagy kereszt, és ezen az oldalon 1, 2, 3, 4 helyen. És ezek a keresztek pedig itt vannak középen. Az öreg pont kitakarja a kezével. Itt is kereszt van, meg ott is kereszt, itt meg csak egy háromszög. A sarkok felé, a csúcsok felé. Jó, és ott hátul pedig mintha csak izék lennének. Egy, itt egyértelműen nincsen kereszt, itt csak egy 45 fok van. Jó. Igen, itt is látszik, hogy keresztekkel van kifeszítve. Már ahol. Na mindegy, én keresztekkel fogom, és akkor csúcsokba összekötve. Hát... hogyan is csináljuk. Itt összekötöm egyszer, és akkor majd ezt leduplikálom. Annyi felé, amennyi kell. Igen, Adi, Dark Souls-szal is játszottam, de nem annyira tetszett. Nem vagyok ez a nagy... harcolós típus, vagy hogy mondjam. Nem annyira jönnek be azok a játékok, ahol az én ügyességi játékok. Láttad, hogy a PUBG-ben sem voltam túl eredményes. Úgy látszik, az nem való nekem. Beljebb kell húzni. Jó, és akkor még volt ebben a csúcsában, abban, meg abban. És valószínűleg itt még itt is valahol. Ja, egyértelmű, hát ott vannak ilyen összekötetések, ahol a izék vannak, a háromszögek. Akkor itt lesz egy itt, meg ott. Ezen az oldalon itt, középen és itt. Jó. Akkor ezt egy front nézetből meg is tudom csinálni. Hogy lemásolok ide egyet. Meg ide. 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 És ide a csúcsba. Valahogy így, majd ezt itt ki kell javítani később, ha már modell lesz és nem pedig vonal. Oké. Ez így már elég stabil szerkezet, de majd össze kell kötni ezekkel a kereszti vasakkal is. Most nézzük ezt. Itt is akkor valószínűleg annyi van, ahány ilyen találkozási pont. Tehát itt alul van egy... ferde volt az a vonal, azért most kiegyengetem. Tehát alul ott, meg itt, meg itt, itt. Ezt már viszont nem másolom le ide, mert tudja, hogy ez túl rövid, meg ott a szeme van is. Igen, ott már összekötöttem. Ezek pedig left nézetből látszik, hogy túl nyúlnak, úgyhogy össze kell őket szkélezni.
Jó. Na. Itt még biztos, hogy kell valami összeköttetés. Mert úgy még nem elég stabil a rendszer, ezért most oldalra egy erősebb nyomást oldalra el tudna dőlni. Azért kell meg ezeket így is kimerevíteni. Kiháromszögelni. Hogyan is kéne ezt csinálni? Csináljuk úgy, hogy mondjuk leduplikálom ezt a szegmást. Ó, hogy ez ilyen nagy. És valami olyasmit be kéne állítani a snapben. Van egy ilyen snap tool, hogy ne gridekhez, hanem vertekhez snappeljen. Vertexekhez, és akkor oda lehet szépen igazítani. Így. Jó, és gondolom, hogy másik akkor pont az ellenkező irányba ferde. Akkor csináljunk erről egy másolatot. Ezt ide, ezt meg ide. Jó. Jó az a snap tool. Szépen odaigazítja. Akkor még egy másolat. Ezt a vertexet oda. Ezt meg ide. Még egy másolat. Ezt a vertexet ide. Ezt a csúcspontot meg ide. Tökéletes, és tökéletes, hogy be is forgatja abba az irányba. Jó, ugyanezt kéne a másik oldalra is. Akkor fogom ezeket a szegmenseket. És lemásolom. És szerintem, hogy ez statikailag erősebb legyen, én úgy heggeszteném be, hogy itt ellenkező irányba heggeszteném. Nem ugyanebben az irányban, mert akkor csak egy irányba tart, hanem itt meg pont az ellenkezőjét. Tehát ezt, nem az összeset, csak ezt az egy pontot, ezt ide, ezt meg ide heggeszteném, hogy így keresztbe menjen a másiknak. Valami kimaradt. Ja, itt van ez ide. Ez is ide, ez meg ide. Jó, és akkor itt pont keresztezik egymást. Ezért látszott valószínűleg itt valamelyik referencia képen úgy, hogy mint hogyha x-ek lennének, mint például itt is. De valójában az egyik. Hát a Fortnite se jött be nekem annyira. Igazából a PUBG-t sem szeretem annyira, mint mondjuk a Crossout-ot. Azért is van a Crossout-ból már 170 rész. Az ilyen stratégiai játékokat sokkal jobban szerettem régen is. Na, megvan ez. Most ez következik. Itt is kellnek akkor ilyen keresztek. Az már megvan. Azt nézem, hogy ez mintha vékonyabb anyagból lenne. Lehet, hogy ez csak ilyen lapos vasból volt. Ahogy, hogy lehet vajon. Itt aztán annyi van, de ezek is mind laposak, ott is látszik lapos. 1, 2, 3, 4x. Illetve ott nincs x, nem tudom miért nincs, de én 4-et fog csinálni. 1, 2, 3, 4x.
Igen. Csak hátul van összekötve ilyen X-ekkel. Itt az elsőn ott nincsen semmi. Jó, csináljuk, de akkor viszont egy másik line-ból kell, valami vékonyabbból. Na, hülye vagyok, ezt most ki kell pipálni, hogy ez egy új line legyen. Így, igen. Egyeneset akarok húzni, jó? És akkor ez legyen egy kisebb anyagvastagság, mondjuk 1,2. Jó, és akkor ezt is megpróbáljuk besnappelni oda, remélem, hogy a másik line-hoz is lehet snappelni. Ó, működik, jól van. Oké. Akkor ebből kell még egy. Csak az a bajom vele, hogy ez nem lapos vas, hanem ez megint egy négyszög vas, egy zárt szelvény. Azt lehet, hogy majd le kell duplikálni és ellapítani őket egyesével a saját lokáljuk mentén. Na nézzük tovább. Másolás. Igazítás. Kész a kereszt. És ugyanezt kéne még a négy másik helyre is. Jó, és jöhet az igazítás. Ezt oda. Ezt oda. Ide. Ide. Így írtó gyorsan lehet, látjátok, egészen bonyolult formákat is modellezni térbe. Az ember nem mesekkel, nem tárgyakkal dolgozik, hanem vektorokkal, line-okkal. És ezeket szépen oda lehet snappelni. És már kész is ez is. Most csak azt kéne, hogy ellapítani valahogy, de sajnos itt nem lehet ilyet. Itt csak az egészet lehet egyszerre szélesíteni vagy vastagítani. Azon kívül forgatni lehet. Itt van! Rectangular. De jó. Akkor mégiscsak meg tudom majd csinálni. Csak nem mindenhol lesz jó az iránya. Tehát legyen mondjuk... Mennyire széles az? Nem szélesebb, mint az árt szelvény, de viszont lapos. Legyen 0,7 lapos. És... Kettő széles. És mi lehet az az aspekt? Ez a forgatás, ami valahol jó, valahol meg nem jó. Aj. Ezeket egyesével kéne forgatni, de úgy meg nem lehet. Teljesen meg vannak csavarodva. Jó, mentsünk egyet, aztán megpróbálkozom vele, hogy hogy lehetne manuálisan elforgatni. Szia, Phil Fizin! Azt mondja, hogy át kell konvertálni polivel. És megnézni, hogy lokálisan hogy tudom pörgetni. Hát sehogy. Ez így nagyon macerás lesz, akkor viszont nem polivel konvertálom, hanem mondjuk egy szegmenst. Kidít egy cselek belőle. Hol van a detach?
Halad itt egy csia itt lent. Jó, hogy ez egy külön vonal legyen, és akkor külön lehet már forgatni. Szabadon, úgyhogy jó legyen. Ez ennek valahogy így kéne állnia. Sőt, egész pontosan meg tudom mondani, hogy hogy kéne állnia. Oldalnézetből egy tökéletes laposnak kell lennie. Így. Akkor ezt is ki kell detecselni és megforgatni. Detach. És egy oldalnézetbe meg kell forgatni. Így szépen laposan érintkezzenek össze. Most így elég szélesnek tűnik, úgyhogy egy kicsit visszaveszek belőle. Mert hátul a referencián ezek sokkal keskenyebbek. És lehet a vastagságon is még visszaveszek. Az legyen 0,5. Ez pedig csak másfél. 0,5 másfél. És akkor ezeken is még mögött szét. Darabolom őket, 0,5 másfélre átállítom az összeset. Jó, meg ide majd kell valami nagyobb tárgy ide a találkozási pontokba. Na nézzük. Megpróbálom azt, hogyha egyszerre forgatom, vajon akkor egyszerre irányba áll. Ugye ezt a kettőt egyszerre fogom kidetecselni. Kiszedni innen. És megnézzük, hogyha egyszerre forgatom, akkor olyan egyszerre beáll-e, vagy ellenkezőjébe fog forogni. Hát nem, sajnos ellenközelnybe forognak. Jó, akkor ezt is még szét kell darabolni. Detach, hol vagy? Nem látok. Ja, mert spine-t jelöltem ki. Szegmens. Detach, 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 detach. Itt van. Na most forgassuk el egy oldalnézetből. Jó, és a másikat is. Oké. Most ezt is. Ahogy rosszat vágjak szét, inkább megnézem ebből a szögből. Tehát ezt detach, külön vonal legyél, ezt lecsatlakoztatjuk külön vonallá, meg ezt is. Az is sajnos ellenközelbe forog. Oké, és akkor a maradékot oldalnézetből belőjük a jó irányba. Oké, a másik line-t is. Ezt is. És ezt is. Barom érdekes, hogy nem stimmelnek össze. Itt ez odébb van, mint az. Na most jó. Itt is jó, itt is van valami eltérés. Itt ez mellette van. Szerintem ez nincs jó olyan. Itt kéne lenni, hogy szépen összefeküdjön a kettő. Szia Gaming Black!
Azt beszéltük meg Ádival, gondolom azt akarod kérdezni. PUBG olyan 2 óra felé lesz, 2 óra múlva. Addigra befejezem a munkát, meg ebédelünk, meg minden, és akkor utána. Na, ezek megvannak. Akkor most ezt az egészet átalakítom poligonnál. És hozzátacsolom az egészet. Hol az a tacs? Nem találok ma semmit. Ez nem kell. Ez se kell. Itt az a tacs. Sőt, az összes spline-t hozzátacsolom így a listából. Meg az összes boxot. Kivéve a plane-eket. Ó, oh, még azt a plane-t is, a házat azt nem kellett volna. Ezt kiszedjük, Hose néven. Ennek pedig az lesz a neve, hogy Radar. Jó. Na most ezeket a tárgyakat le kell még másolni. Jelenleg miatt lemásolnám, még beteszem azt a kockát oda középre. Hogy is lehetne azt? Mondjuk egy boxot rajzolok. Left nézetben. Egy akkora boxot. Mondjuk így ekkorát. Ja, már mondtam. 2 óra felé. Jó, most egyre az a terv, de aztán, hogy sikerül-e vagy sem, azt még nem tudom előre. Attól is függ, hogy rata itt lesz. Jó, nézzük meg oldal nézetből. Jaj, de hülye vagyok, ennek itt kéne lennie, nem ott. És a vastagsága pedig 0,5. Mondjuk, hogy így valahogy. Esetleg legyen vastagabb az anyag, hogy ne legyenek ilyen csúnya átfedések benne. Jó, ez 0,6 lesz. És akkor ilyenből kéne még ide is. Meg ide is. Meg ide is. Majd ezeket mindjárt beigazgatom oldal nézetből. Oké, ez így jó. Az már jó volt, ezt kell még megnézni.
statisan lejjebb lehet mozgatni. Úgyhogy a dőlésszöge ne változzon meg. Most így már jobb. Ezzel meg mi van? Talán nem stimmel. Lehet, hogy holnap is lesz, még nem tudom előre. Valami nem stimmel itt ezzel a kettővel. Nem fedik egymást úgy, ahogy kéne. Aha, itt el van mászva. Az egyik. Másik vége jó, most lehetne beigazítani hozzá akkor ezt. Így elfedi. Megnézzük, hogy középen van-e. Hát nincs, akkor kicsit lejjebb. Na így már középen van. Na, ezek így jók is. Össze lehet atacsolni most ezeket is. Így most már az egész egy tárgy. És most lehetne lemásolni akkor az összes ilyen keresztet még. Ide középre is. Hoppá, hoppá, úgyhogy nem jó a méret. Se jó, valamit elszúrtam. Gaming Black. Már mondtam, hogy 2 óra körül az a terv, de nem biztos. Na akkor csináljuk úgy, hogy ezt itt letörlöm. És újra másolom. Ezt az egészet. Ma is. Igen, az a terv. Jó. És egyszer, és kétszer. Na, így már jó. Na, a fő tartószerkezet megvan. Most akkor ki kéne találni, az már látom most, hogy marha vastag, ez azon a képen nem ilyen vastag. Ezt hogy rögzítjük ide? Maga az egész szerkezet. Az helyileg. Itt van ehhez a tengelyhez közel. Ez egy radar. Az első hold radar, amit magyarok csináltak. Ó, már értem, miért nincs itt kereszt, hanem csak egy háromszög, mert hogy útba lett volna ennek a tartószerkezetnek. És annyira kell odébb tolni, hogy ne érjen ott hozzá a fémhez. Így elférjen egymás mellett szépen. És akkor tényleg ki kell venni ezt a keresztvasat, hogy itt lehessen ezt forgatni. Mert pont átmegy rajta. Érdekes, még ez is pont belelóg.
Ez hogy lehetne egy kicsit elcsalni? Kicsit lejjebb engedem az egészet. Ennyire. És már nem fog hozzáérni, meg egy kicsit erre is csalunk. Jó. És ugyanilyen kell még egy erre az oldalra. Az is valahogy úgy, hogy éppen ne érjen hozzá. És most ki kell venni a fölösleges keresztbántokat innen. Meg innen. Ez a baromi vastag ez. Mondjuk egy left nézetből. Össze kell kicsinyíteni a vékonyra. Ez már talán kicsit sok is. Jó, mondjuk így ekkorára. És akkor ez innentől ér idáig. Ugyanígy a másik oldalon is. Illetve van itt valószínűleg valamilyen fogaskerék. Ami meghajtja. Itt valahol. Van Discordunk, igen. Majd megadom, amikor játszani fogunk. Vegyél föl te is Steamen. Dupla vésanyi a nickem, ott keres rám. Hát mindegy, legyen valami szélesebb rögzítése ennek. Jó, ott már rögzítve van. Itt még valahogy ezt kell hozzá rögzíteni ahhoz. Valami óriás nagy lemezeket látok én. Ott a lemez azzal van rögzítve ott. Toldalt is látszik valami négyszög alakú lemez. Kéne. Nézzük csak oldal nézetből. Tehát itt van ez a tengely. Azt hiszem megrajzolom inkább lineból ezt is. Tehát valahogy úgy van, hogy ehhez van rögzítve. Ott lent. Aztán ehhez. Itt fönt valahol. Aztán itt ehhez megint. Jó, és ez nem kell, hogy renderelhető legyen, hanem ezt ki kell tolni térben extrude-dal. Mindig bemegyek ebbe a háttérképbe, pedig ez már talán nem is kéne. Bár még az itt van egy pár hiányzó láncszem. Szóval ezt kitolom térbe azt a most rajzolt vonalat. Extrude-dal. És akkor kész van ez a lemez. Ami itt rögzíti a tengelyt. Jó, ebből kell egy másik ide a másik oldalra. Oké, most annyit csinálok még, hogy ezt a tengelyt túlengedem itt rajta. A túloldalon is megjelenje itt valami. Esetleg egy ilyet is lehetné ide rakni, valami rögzítés. Cím szóval, hogy itt van valamilyen nagyobb anyag vastagság, ahol hozzá van heggesztve itt a tengely. Valahogy így. Ugyanezt a másik oldalon is.
Dehogy kell új Steam accountot? Nem, csak vegyél fel a barátlistádba. Gondolom már van Steam accountod. Hogyha kell barátkód, akkor ezt add meg. 12, 82, 20, 0, 1, 0. Dupla és annyi néven találsz meg. Egy ilyen lovag avatarom van. Ugye hát az ott én vagyok. És akkor úgy fel tudsz venni. Jó, ez megvan. És ugyanezt kéne a másik oldalra is. Miért pont rózsaszín ez az egész szerkezet? Oké. Tehát ezt le kéne másolni akkor. Ezt. Meg ezt. Sőt, ezt az egészet. Ide a túloldalra. Rögzítést ide középre. Jó. Na, a fő tartószerkezet kész van. Most kellene ezek a T-alakú antennák. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát 2-2 közönként. Mert ezt vissza is kéne máshol tenni. Hogy lássam majd, hogy hova mekkora mennyi. Oldal nézetben a kiálló részt, hogy mennyire áll ki, azt meg lehet nézni. Csak kéne anyag vastagság. De ennél keskenyebb. Ez azt hiszem hengeres tárgy, úgyhogy lehet nyugodtan sokszög. Valami ilyesmi. Láttam is valahol egy képet erről. Na nem itt. Itt látszanak ezek a T-formák. Igen, duplán vannak. Viszonylag egyenlő távolsággal. Na érdekes, itt látszik, hogy ez hengeres. De most már mindegy, az enyém az zárt szervényes lett. Ja, ez más szerkezet. Itt nincsenek olyan nagy támaszok mögötte. A nagy kiháromszögeltek.
A szerkezet az valami ilyesmi. Na nézzük, hogyha ezt megduplázom. Ez így nem jó. Van itt a line-ban egy olyan, hogy mirror. Itt van mirror, copy. Ez nem az a tengely. Ez sem. Hát ez sem. Na mindegy, megpróbálom lokálisan visszaforgatni. Hát ez nem jött be. Akkor mégiscsak ez lesz az a tengely. Na így már jó. Most ebből kettőnek ki kéne férnie. Egymás mellé. Nem ebből, hanem az egészből. Viszont baromira nem fér ki, úgyhogy ez itt túl széles. Kicsit vissza. Most viszont jó, most kifér. Oké, akkor ebből kell még kettő, így. Ezeket össze is lehetne akár tacsolni. Jó is lemásolni. Ahány ilyen osztás van annyi felé. Itt van még azt hiszem osztás. Érdekes, hogy ott több van a háttérben. Akkor viszont lehet, hogy több osztást kell beraknom, hogy inkább inkább a tervhez menjünk. Na jó, legyen akkor úgy. Volt erre valami szám is egyébként, hogy valami 36 darab ilyen antenna volt rajta. Csináljuk tökéletesen a másolatát, csináljuk. Akkor viszont oda is kell egy osztás. Most mit csinálsz, fogd meg az összeset. Ne, valami nem volt kijelölve. Ó, anyám, az utolsó nem volt kijelölve. Ez nem volt még hozzátacsolva. Ó, most másolhatom le az összeset újra. Legalábbis ezt biztosan másolhatom le újra. Ez kimaradt előbb.
Na és akkor ezek szerint ott nincs összekötve, vagy duplán van összekötve. Akkor ezt föl kell hozni ide. És ide összekötetéseket kell csinálni. Ugye azon vannak rajta ezek az antennák. Maga az csak az antenna, ez az egész szerkezet, amit eddig építettem, az csak egy nagy állvány, ami tartja az egészet. Na hát akkor valahogy így. Igen, látszik, hogy nem mindenhol van kiháromszögelve, hanem össze van kötve a két háromszög közt is az antennák miatt. Jó, na. Na, csak az alját kell megcsinálni, a tartó részét, aztán szerintem kész is van ez így. Késznek mondható. Egy mentés, mert nagyon rég nem mentettem. Ja, közben lemaradtam a chatről, mert a Steam ablak kitakarta. Szia Rata, jó, hogy itt vagy. Srácok nagyon be vannak indulva a PUBG-re. Azt ígértem nekik, hogy 2 óra felé, vagy 1 óra múlva játszhatunk, hogyha akarnak. Meg csináld meg akkor légy ezt a Discord szobát, amiről beszéltünk tegnap, Rata. Mindegy, nem baj. Legalább valamiről tudok beszélni, még hogyha nem is a témánál maradok. Jó, azt tudom, hogy vannak benne ilyen nagyon vékony póznák, de nem tudom, hogy azt érdemes-e belemodellezni, mert ha valaki ezt ilyen távolságból mutatja, akkor az már nem látható. Meg nem is biztos, hogy abban a magyar verzióban volt, mert ez egy másik verzió. Itt ilyen nem látszik. Ezen nem látszik. Ezen itt középen látszik 4 darab. De nem, ott is vannak. Ott is látszanak. Akkor mégis csak be kell tenni. Azt mondja, hogy egy ilyen osztás között van 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Akkor belerakjuk. Tehát egy ilyen távolságot 6 felé el kell osztani. Ó, Istenre nincsen kiírva, hogy no copyright. Még csak azt hiányzik, hogy a hangcsatornaságot letiltsák ezek miatt. Ja, ezt már nem egyszer hallottam ezt a dalt, de legalább ezt tudom, hogy jogvédett. Vagyis, hogy nem jogvédett, na. Szóval ezt a távolságot kéne 5 felé elosztani. Hogy csináljam, hogy csináljam? Először is kell egy pózna. Amit levékonyítunk azért jelentősen. Mondjuk. Legyen 30%-os kicsinyítés. Akkor jó, ha nem lehet halni. Akkor nyugodt vagyok.
Jó, és most ezt a távot kéne szépen elosztani. Ezt meg mondjuk úgy lehetne megcsinálni, hogy fogom ezt a modellt, megnyújtom a távolságra, és elosztom 6 felé. Itt van a kódom, nézd, most figyelj, de be is másolom ide. Tessék. Jó, és most kéne elosztani akkor. 1, 2, 3, 4, 5 vonallal 6 felé. És akkor ezekhez a vonalakhoz már lehet igazodni. Még akár eloszthatom így is ezt a tárgyat. Persze itt csak egy felé, hogy lássam, hogy pontosan hol van az a pont, ahova igazítani kell a közepe. Mint egy ilyen célkereszt mondjuk úgy működik. Oké, és akkor ezt le tudom most már másolni annyi felé. Jó, most ugyanezt meg kell csinálni még lejjebb is. Úgy látom, egész szép egyenlőek a távolságok. Ez a segéd object talán nem is nagyon kellett volna. Jó, szép, tökéletes egyenlő távolságra van. És akkor ezeket a segédtárgyakat most már lehet venni, és akkor marad az a ruhaszárító kötél. Jó, volt elég vastagra hagytam, úgyhogy eléggé látszik az a rács szerkezet. Jó, ami még hiányzik, az az alja. Egy nagy vastag, robosztus vas szerkezet. Alatta is egy nagy vas szerkezet, egyébként ilyen vasúti sineknek néz ez ki. Bár lehet, hogy csak becsapós, lehet, hogy van egy farönkök. És akkor közte pedig egy henger, amin gondolom forog. Jó, az is látszik ott az oldalnézetben. Kicsit lejjebb vittem az egészet, most visszaviszem följebb. Jó. Tehát, mondjuk itt a forgó rész nem is látszik. Oszlopok, úgy valami merevítés, henger és egy nagy zárt szelvény, amin rajta van az összekötő. Aha, értem, azt hiszem értem. Tehát itt van egy nagy, meg itt van egy ilyen.
Jó, és a kettő közt pedig majd lesz itt egy henger. Itt, amin forog. Na most nézzük meg, hogy mit csináltunk. Így össze van kötve, az jó, de ezek pont merőlegesen vannak rá. Ezeket átalakítom. Szerkeszthetővé. Érdekes ez a szerkezet itt. Mert olyan instabilnak tűnik az egész, bár ha jó rá van heggesztve, akkor talán bírja, de... Itt például nem látszik, hogy forgatható lenne. Hát ebből se sok látszik. Ez talán ott lent forgatható. Itt sem egyértelmű. Turntable assembly, hát akkor viszont forgatható. Itt is van valamilyen kör henger, akkor az is forgatható. Jó, akkor forgatható lesz. Kicsit nagyobb. Sőt, legyen ilyen batár nagy. Legyen több szögből. Jó. Ez akkor legyen fa. Meg ez is majd fa lesz, csak először meg kell csinálni a vastagságát. Aha, hogy ez nem olyan széles, ez csak a henger alatt van. Jó, ez így már logikusabb azért. Az kevés. 22,2. Az még mindig kevés. 23,4. Mondjuk, hogy ez így már jó. Jó. Na ezt így már tudom képzelni, hogy működik.
sőt. Akár meg is tudom csinálni, hogy működjön, akkor viszont az nem fa lesz. Hanem akkor az egész radar fémből lesz. És itt meg lehet forgatni a tengelye mentén így. Akár hagyhatom így elforgatva is. Jó, és akkor ez lesz itt egy fa. Olyan gerenda. Gerenda. Oké, ezt összeatacsoljuk. Még azt néztem, hogy valami talpszerű azért még volt ott. Megcsináljuk ebből. Még nincs középen a pivotod. Jó, csak legyél sokkal laposabb. Jó, és ez meg legyen fém. Na, akkor jöhetnek az anyagozások. Erre kéne akkor valamilyen fa. Előtte mentsünk egyet. Hold radar. Szóval erre kéne valamilyen fa minta. Hát talán ez jó. Csak föl kell rendesen óvézni. Így valahogy. Még jó is, hogy az alja egy kicsit be van feketedve. Ezek a csíkok nem annyira tetszenek. Próbálom úgy igazítani, hogy ne látszon annyira. Jó, akkor ennek valamilyen fémes anyag, és ugyanúgy a radarnak is. Végülis ez ugyanazt az anyagot kaphatja. Adjuk neki azt a nevet, hogy wood, ez meg lesz metal. Keressünk valami jó kis anyagot hozzá. Mondjuk bronz. Ez inkább rózsaszín. Nem lesz ez így jó. Egyébként még így, hogy elforgattam, most az UV is vacak rajta. Úgyhogy ezt addig visszaforgatjuk. Ez milyen anyag lehet? Ebből most nem sok derül ki. Szerintem ezt lefestette az öreg valamilyen zománcos izével, festékkel. Itt ez meg ilyen egészen rozsdásnak tűnő sötét fém. Matt teljesen. Hát itt keresünk egy rozsdás fémet. Ezek nem azok.
Ez is túl élénk színű. Ez túl aranyszínű. Keresünk egy rozsdás fém textúrát. Fém rozsda. Vagy esetleg egy ilyesmit, egy ilyen újszerűt. Mondjuk magányul néz ki. Egy az egyes arányú kép. Érdekesek ezek a karcok rajta. Egy madárkakinek tűnik. Fönn a tetőn lekakilta a madár. Jó, annyira nem jött be. Keressünk valami másikat. Maga a szín azt tetszik, hogy ilyen sötét szürke. Ó, ez mi a franc? Mi ez? Jó, van már. Milyen jól nézett ki. Kicsibe jól nézett ki ez a kis zajos szürke. Ez se rossz, de akkor tényleg már keressünk rozsdát. Ilyet. Szegény, nem, ez ilyen nagyon lelakottnak néz ki most ettől. Ezé katonai terep mintának tűnt ez a rozsda így rajta. Valamilyen szolidabb rozsda kéne. Vagy valamilyen metálosabb szürke. Acél. Csak ilyesmit kéne megcélozni, ez baromi jól néz ki. Mi van még? Sötétebb acél. Legyen ilyen. Na akkor most mondjátok meg, kedves nézőim. Akkor szóljatok már hozzá Réci 3D-hez is, segítsetek valamit, hogy nézzen ki. Hogy néz ki jobban. Most itt a referenciák alapján mondjuk, amik többnyire fekete-fehérek. Ezt az anyagot itt hogy lehetne elképzelni. Nem fénylik, az látszik, hogy ez valami matt anyag. Tehát nem egy ilyen krómos, csillogós, hanem teljesen matt. Itt a tetőnek a... Mi lehet ez? Ez se bádok, hanem inkább valami kátrány, vagy beton, vagy nem beton. Ez a fa is teljesen matt, az a fém is ott teljesen matt, még az a legcsillogóbb az ott lent. De ez is egy teljesen matt, valamilyen szürke, vagy fekete rozsda, vagy vas, ugye, ami már megkorodálódott egy kicsit. Hát nem tudom. Ez így jól néz ki. Ilyen sötét szürkén is jól néz ki. Mindenképpen valami matt sötét anyagra gondolok én. Hát talán. Jó, ez tök jó, hogy egy kicsit megvarosdásod. Lehet ez lesz a nyerő. Dirty, wall dirty. Ez hogy néz ki? Ez nem is az. Még egyszer. Na ez is egész jó. De miért nem bírtam kiválasztani? Na most. Na ez egy kicsit zöldes, legalább ilyen katonai zöldes-szerű. És kicsit rozsdás is, kicsit matt is.
Viszont akkor ezt a képet. Hű, ez a zene. Ez nem semmi. Akkor bepattintjuk ide ezt a textúrát. És akkor legyen ez. Hozzáigazítva az arányokat. És lekicsinyítve, hogy ne legyen ennyire zajos. Nem a modellt kicsinyítjük, hanem csak a textúrát. Na így. Szerintem ez elég jól néz ki. Letöröljük a háttérből a segítőképeket. És kész van a radar. Mégis annyira vékony, alig lehet észrevenni. Mondjuk a szürke háttér nem sokat segít. Majd valószínűleg valamilyen kék háttérbe lesz ez bemutatva. A házat esetleg be... Nem tudom, én téglaszínűsítem. Jó, és maga így a radar szerintem elég jó. De valószínűleg közelről kell mutatni, hogy kijöjjenek egyáltalán azok a formák. Ugye meg el fog menni mellette a kamera, úgyhogy lehet, hogy... Hát szerintem a kamera fog mozogni. Fölösleges ezt megmozgatni. Nem mint, hogy nagyon bonyolult lenne ennyi az egész, csak hogy... saját tengely körül... forgatunk egyet, de itt úgy tudom, hogy a kamera fog száguldozni majd az egyes modellek között. Na hát szerintem ez ennyi volt. Így is majdnem 2 órásra nyúlt, pedig csak 1 órásat terveztem. De elég jó részletes lett. De megérte vele ennyit dolgozni. Ezek a fák kicsit olyan cingárnak tűnnek itt alatta. Ezen még kicsit szkélezünk. Na és ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Ő lett volna akkor Baj Zoltánnak az első magyar hold radar kísérletének a radarja, a magyar csillagászatnak az első mérföldköve. Na, hello, sziasztok!